Tisztelt nézőink, drága közönségünk! Én tudom, hogy mindenkinek nagyon nagy a baj. És tudom, hogy más színházaknál is nagyon nagy a baj. Nálunk annyival nagyobb a baj, hogy mi eddig is csak az önök szeretetéből élhettünk, amit eddig kifejezhettek színházi egy vásárlás formájában. És sajnos mi most is csak önökhöz fordulhatunk. Az itt látható számlaszámon tudnak minket támogatni egy fél vagy egy egész színházi egy árával, és akár megtehetik, akár nem, és akár megteszik, akár nem, higgyék el, hogy én nagyon köszönöm, hogy minket néznek, mert ez azt jelenti, hogy szeretnek minket, és hogy szükség van ránk. Köszöntöm Önöket, be kell valljam őszintén, hogy Beleznai Endre vagyok, ez pedig, amit most néznek, az az Így nem játszunk mi című magazin műsornak a negyedik adása a Körúti Színház által létrehozva. Üdvözlöm Önöket, Karai Vanabrilla vagyok. Nézzük a rövid tartalomjegyzéket. Pikali Gerdával, Janklovics Péterrel, Oroszi Tamással és Szabó Kristóffal folytatódik a hét kérdése rovatunk. Ma is itt lesz velünk Liza Cica, aki, higgyenek nekem, már most több rajongói levelet kapott, mint néhány kolléganőm valaha. Színiiskolásainkkal az édesanyákat köszöntjük, hiszen vasárnap az ő napjukat ünnepelhettük. Új rovattal is jelentkezünk, bár erről majd egy kicsit később. Ma is itt lesz a Körúti Kommandó, lesz könyv és filmajánló. Ezután egy hosszabb riportot láthatnak a Körúti Színház Bolond Lány című előadásáról. A műsor végén itt lesz a műveltségi vetélkedő Szabó Kristóffal, ezt követi a Spanyolul tudni kell. Mint hogy ezt a magazin műsort is a COVID-19 fedőnevű koronavírus kampány hozta létre, ezért nem szívesen bonyolódok bele, próbálok is nem, hogy mi hozta létre magát ezt a koronavírust, ami alapozza mostani mindennapjainkat, és hát tulajdonképpen több elmélet van, nem is mennék bele, hívjuk most koronavírusnak az egyszerűség kedvéért. Ugye az interneten, hogyha utána olvasunk, azt olvashatjuk, hogy az amerikaiak nagy százaléka szerint a kínaiak hozták létre a koronavírust, a kínaiak nagy százaléka szerint az amerikaiak hozták létre, az oroszok szerint pedig a kínaiak és az amerikaiak együtt, de nekem a kedvencem az, hogy tulajdonképpen nincsen, a COVID-19 nincsen, de ebben most nem is bonyolódnék bele, mert erre is több elmélet van, tehát ezt egyáltalán nem. Kedvenc elméletem az, hogy nagyon kell vigyáznunk, mert a koronavírus által okozott megbetegedéseket alapvetően az okozza, hogyha koronita sört fogyasztunk, ami meg mexikói, tehát ez egy nemzetközi összeesküvés. Tehát következzen a hét kérdése rovatunk. Ezen a héten azt akarjuk megtudni, hogy valóban a koronita sör fogyasztása okoz-e megbetegedéseket. Helyett változatlanul az, hogy mi volt a legkellemetlenebb színpadi élményük. Egyszer Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjét játszottuk, illetve hát tovább megyek, premier volt, amelynek alkalmából annyira felfokozott idegállapotban volt a balgát játszó kollega, annyira izgult, hogy az egyik ponton, ahelyett a szövegrész helyett, hogy hű de bezzeg balga bátyó, azt bírta véletlenül bemondani, hogy hű de bazzeg belga bátyó, ami hát azért lássuk be, nem ugyanazt jelenti. És hát azt gondolnánk, hogy itt az 500 fős nézőtér egy emberként pattan fel, és kórusba üvöltik, hogy hú, paraszt. De nem így történt, mert az 500-ból körülbelül ketten figyeltek, és azok meg nem hitték el, hogy azt hallják, és utána meg már ment is tovább a darab. Tehát gondolom elhangzott egy olyan párbeszéd, hogy mi? Azt mondta, hogy bazeg, maradjál már, megy az előadás. És nem is lett volna semmi baj, de mi, akik még a színpadon voltunk, mi tudtuk, hogy nem ezt kellett volna hallanunk, úgyhogy mi azonnal hátat fordítottunk a közönségnek, és mindegy 4-7 percig így röhögtünk rászkódva, mire tovább tudtunk menni, de legalább nem fulladt botrányba az előadás, nem úgy, mint egy másik, ami hát egy ilyen varieté műsor volt, egy kolléganőm vezette, ő volt a műsorvezető, és hát így szerette volna felkonferálni a szünetet, hogy hölgyeim és uraim, most pedig rövid szünet következzék, kérem fáradjanak a büfébe és fogyasszanak, kinek mi tetszik, szotyi, ropi, és ehelyett azt bírta mondani, hogy hölgyeim és uraim, most rövid szünet következik, kérem fáradjanak a büfébe és fogyasszanak, kinek mi tetszik, szopi, rotyi, és itt már ment össze a függöny, ott voltam a takarásba, az ügyelő szopira csak felkapta a fejét, a rotyira meg már így nyomta össze a függönyt.
Az eset egy zsákba macska előadáson történt, méghozzá azon az előadáson, amelyiken Kata, Mérai Kata legelőször játszotta a szerepét, és ilyenkor az emberben van mindenféle bizonytalanság, akár a szöveggel kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy hova kell állni, hova kell menni, és legfőképpen, hogy mikor kell egyáltalán bemenni a színpadra. Éppen ezért ilyenkor a kollégák, akik ott hátul szoktak szintén sertepert élni, a takarásban szoktak segíteni, hogy most menjél be, most még semmiképpen sem menjél be, és ezen az előadáson is így ment, egészen a vége feléig, amikor is már a színészek többsége bent volt a színpadon, bent voltunk a színpadon, mert már egy ilyen finálé jelleget öltött az előadásot. Kata maradt hátul a takarásban, illetve Zsombi, Kalucki Zsombor kollégák, akik a színpad két szélén álltak, tehát a játéktér mögött álltak két oldalt, de ráláttak egymásra, mert ott nyitott volt a díszlet, és Zsombor gondolta, hogy kezébe veszi a dolgokat, és segít Katának, és ezt a következőképpen csinálta a Kata felé. Majd szólok, hogy mikor kell jönni, mondta, de hát igazából bármit mondhatott volna, mert ezután a mozdulat után Kata, mint bármilyen épeszű ember tette volna, elindult és bejött a színpadra. Mi, akik egy korábbi jelenetnél tartottunk még, meglepődtünk a Kata felbukkanásán, de hát annyira lendületesen jött és mondta a szöveget, amit neki ott mondania kellett, hogy nagyon sok mozgástér nem volt, ugrottunk arra a részre, ahol a Kata tartott, és aztán utána egy-két mondat múlva már ott vége van az előadásnak, úgyhogy aznap este egy kicsit rövidebb volt a Zsákba macska. Történt egyszer, hogy a Meseautó című darabot játszottuk, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol. A lényeg, hogy ez a darab már sokszor ment nagy sikerrel. Abban az előadásban viszont Lipták Péter helyére be kellett ugrani a Szekér Gergőnek, aki az én partnerem, én vagyok Dr. Sas, és ő Dr. Vas. Szóval gyakorlatilag állandóan együtt játszunk, együtt vagyunk a színpadon. És hosszan próbáltuk a dalokat, a táncokat. Egyszer, mintha említette volna, hogy neki az egyik dal az túl mély. Hát nem foglalkoztunk vele, hát csak megoldja. Aztán eljött az előadás napja, és egy hanggal följebb emelte a dalt, és azt rakta be a projektbe. Nekem erről persze nem szólt, úgyhogy egy jó kis meglepetésként ért, mikor elkezdődött a dal. Én a szokásos rutinnal elkezdtem énekelni, aztán egy idő után észrevettem, hogy valami nem frankó. Aztán végül is kijöttünk belőle, ő egy kicsit jobban merő tudta, hogy mi a baj, de végül is nézői leveleket nem kaptunk, hogy nagyon rossz lett volna. Aztán megkérdeztem tőle, hogy te, Gergő, nem akartál erről szólni? Mire a válasz? A rendezőnek szóltam. Hát kösz. Inkább nekem kellett volna. Aztán persze ő már nem játssza ezt a darabot. Nem ezért. Bárki tudja. Ezen a héten is felajánljuk azt a fantasztikus lehetőséget, hogy azok között, akik feliratkoznak a Körúti Színház YouTube csatornájára, ezt a csodálatos pólót, hát nem ezt, én ezt nem veszem le, én most már hetek óta ebben alszom, meg nem csak alszom, én főszoktam néha ébredni, és akkor is rajtam van, tehát ilyet lehet nyerni, ehhez megszólalásig hasonló, még az én nevem is rajta van, hát egészen kicsi betűkkel is itt a gyári címkén, de rajtam, ezt csak azoknak mondtam, akik miattam akarják az életük kockáztatásával is megszerezni ezt a pólót, hogy rajta vagyok, tehát tessék nyugodtan. És akkor nézzük meg egy rövid bejátszást, ahol még nálam is érthetőbben elmagyarázza a Szekér Gergely, hogy kell ezt csinálni. Műsorunk magas nézettsége némi bevételt hozhat a színház számára, amiből tudnánk fedezni kollégáink alapbérét. De ehhez fel kell iratkozniuk YouTube csatornánkra. Ezt a következőképpen tehetik meg. Keressen rá a Körúti Színház csatornájára a YouTube böngészője segítségével, majd kattintson a feliratkozás gombra. Köszönjük, hogy hozzájárul színházunk további működéséhez. Körúti Színház. Szórakozik velünk. Koltai Liza már annyira népszerű, ez egy macska egyébként. Hát jó, most lefordítom rögtön, Koltai Robert Liza nevű macskája. Annyira népszerű, hogy már szerepajánlatokat is kap, hát nem tőlünk, mert nálunk eleve játszik más színházaktól. És hát igazából lenne is értelme, mert van, hogy meggyőzőbben, hitelesebben ad elő szerepeket, mint mások, akik játszanak szerepeket. Bocsáss meg. Liza Cicáról azt mondhatnám el, hogy szerintem igazából egy karakter tud nagyon, tehát nem annyira színész, inkább sztáralkat ő, és hát erre egy remek példa e heti videóban játszásunk is az ő főszereplésével. Ugye az
első szettet megnyerted 21-12-re, az nem jogosít fel, hogy beképzeltem, már ne állják ki a második szettre. Ezt tudomásul tudod venni? Az első szettet megnyerted 21-12-re, bár volt két csúszád is. Na gyere! Gyere már, pörögjél fel! Hallod? Hopp! Hopp! Most hol van? Gyere! Nem lehet végig az asztal alól irányítani. Akkor mondod az okos dolgokat, meg a tippeket. De holnap már döntőben vagyunk. Hol vagy? Egy éve működik a Körúti Színház színiiskolája, ahol 5-15 éves gyerekeket próbálunk megtanítani szépen beszélni, szépen járni, egy kicsit magabiztosabbnak lenni. És lebeszélni őket arról, hogy színészek legyenek. Velük készítettünk egy rövid videót, amit most a világ összes anyukájának ajánlunk. Mit is jelent a szó? Anya. Az... élet kincse, aranya, a világ legszebb égköve. Ha bánt a sorsod, még jön-e? Simogató, puha tenyér, metyá, mint egy falat kenyér. A varázsszó, mely bíztató, felemelő, szívítható. Mit is jelent a szó, anya? Puha fészek, meleg tanya, hol elbújhatsz a világ előtt, biztos lehetsz szíved felől. Akár te mész, vagy ő jön el, megvigasztal, körülöl el. Itt is jelent egy szó, anya. Gyermekkort, és nincsen alkonya, mert olyan hosszú, addig ér, amíg a szíve elkísér. Amíg a szíve adni bír, veled nevet, vagy érted sír. Mit is jelent egy szó, anya? Mondat igé, alany, s a mondat, az csak róla szól, s kérdezd bár. Ő válasz. Tőle kaptad a nyelven. És még mi mindent adni? Az anya nem egy szó csupán. Ne értelmezgess csak bután. Ez szónak mély tartalma van. Nem is mondjuk ki, hasztalan. Nyomában életterem. Száz csoda történik velem. Mondogatnám estelig. S a szívem érzéssel telik. S rájövök. Üres minden szó. Mert szóval ki nem mondható. Mit is jelent a szó? Anya. Nagyszerű kollégánk, kicsit színházi édesapánk volt a Hitót László. De most talán helyesebb, hogyha idézzük Endre mondatait, amit néhány héttel azután mondott, hogy átvette Lacitól a leghíresebb szerepét. A Meseautóból Halmos Aladárt. Hogy a hagyományokról szóval a Meseautó című darabban én vettem át a szerepét, ugye a Halmos Aladárt, ami a Kabos Gyula szerep, tehát az a vicces figura. Ez egy nagy szerep, nagy felelősség, és hát annyiban nagy, hogy ugye az ingekből is van, hogy vannak ingek, amik ránk maradnak. Van olyan ing, ami beleír, hogy Belezna Jendre, és nekem kéne azt felvennem a Meseautóhoz, de én mindig a Tahi feliratú ingeket veszem föl, mert úgy érzem, hogy valamennyi az ő öröksége az, hogy én ezt most játszhatom ezt a szerepet. Laci 2006-ban kiadott egy nagyszerű könyvet, a tőle megszokott remek humorral. Egyébként rajta volt, ez a megjelenés évében a 10-es bestseller listákon is szerepelt a mű. Ettől a héttől kezdve a Körúti Színház színészei ebből a remek Tahitót László kötetből adnak elő részleteket. Drágái, megfiatalodtam, tüneményes, édes, drága vagyok, nem bírom tovább. Drága Lacikám, akkor én mi ez itten? Egy hiba. Három, és drága Lacikám, most felolvasok a könyvedből egy pár okosságot. Most már nem tudom elolvasni. Ön fiatal vagy öreg barátom? Ezzel a könyvvel a zsebében, ezennel belépett a határtalanul mázlis, tudatosan élő, 23. századi embertípusok közé. Ezzel a tudással már nyugodtan kimehet az utcára, bárkivel szóba állhat,
nem fog csődöt mondani. Előkapja farzsebéből a színészi megjátszások és kifejezések című kézi szakzsebkönyvet és kisztótárt, felüti a megfelelő oldalon, és megoldja a problémát. Érdemes az előkapást otthon külön gyakorolni. Ezen alapmű segítségével úgy röpül majd ki minden bajból és csávából, mint a pinty. Sok embert látunk úton útfélen bizonytalankodni, nem is tudom módon viselkedni, mert nincs birtokukban e páratlan kézikönyv. Ne árulja el senkinek, hogy mindezt tanulni lehet. Hogy ön mitől ilyen ragyogó, sikeres és jóképű. A kézi szakzseb kiskönyv maradjon a mi kis titkunk! Ha mások még nem eszméltek rá, hogy jé, hát így is lehet. És akkor ilyen boldogságos az élet? Ne világosítsa fel ő. Pedig milyen egyszerű. Mindenre van megoldás. Csak fel kell csapni a megfelelő oldalt, benne van fehéren-feketén. Fordult már hozzám tanácsért színművészeti főiskolás, pap, tanár, atomtudós, amikor válaszút elé került. Egyiknek azt mondtam, csinálj egy spétet, másiknak mondj penitenciát, harmadiknak fogadd el a pénzt, negyediknek részecske gyorsítóval próbálkozz. Hát most nesze, itt van. Bánj vele ügyesen. Szívből jó barátod, bajban társad lesz. A nagy kolozsvári színész minden délelőtt próbára indult a színházba. A szomszéd bácsi pipázott a padon. Hová megy, művész úr? Próbálni? Volt a válasz. Másnap ugyanúgy. Hová megy, művész úr? Próbálni. 20. alkalommal már nem bírta magába tartani az öreg. Már ne is haragudjon, de minek próbálják, ha egyszer nem megy? Garas Dezső mondása. Néha azzal büntetjük a rendezőt, hogy úgy játszunk, ahogy instruált. A gyötrelmes, küzdelmes próbákon a színésznek eszébe jut számtalan szebbnél szebb gondolat. Azt hiszem, ekkor mondtam, hogy most már megírom a nagy hézakpótló művemet. A színészi ugrások és lépés kombinációk című zsebkönyvet, hogy ilyen esetben, amikor a színész akár próba, akár előadás közben elakad, csak előkapja és kinyitja a megfelelő passzusnál. Szakkönyv, mely a színész jártában keltében előforduló problémáira ad megoldást. Évtizedekkel később Kern Andrissal támasztottuk a társalgópultot a revizor próbáján, és viccből azt találtam mondani, de jól jönne most a színészi ugrások és lépés kombinációk című zsebkönyv. Tényleg, mondta Andriss, mikor írod már meg? Mióta tervezed? Már mindenki nagyon várja. Az utca embere, az anyósom tűkön ül. Andriss bíztató, őszinte szavai annyira szíven ütöttek, szinte láttam az anyósát, ahogy ül a tűkön. Igen, hatalmas indítatást adott ez nekem, így hát haladéktalanul belefogtam, mert igenis, színészek lógnak a levegőben. Minden szak, zseb és kézikönyv nélkül. Fogalmuk sincs, hová, merre. Én bennem meg annyi tapasztalat meg tanúság rakódott le, hogy na, úgy éreztem, nem vihetem magammal a sírba. Sok színésznek van jó tolla. És a színésznek hogyan kell írni? Hát benne van a... Ugye? Most bezzeg jó volna előkapni a Színészi Deklamálások és Szökkenések című szakkönyvet. Csak hogy nincs. Hát majd lesz. Az első próbára nem szabad tudni a szöveget. A nagy színész, Csákányi Laci, már az elsőre fújta mindig, és a premierre fokozatosan elfelejtette.
minden próbára egy új, megtanult szóval örvendeztesd meg a környezetedet. A próbán azt próbáld, amit előadáson már nem csinálhatsz meg. Terjedjen el a színházban, jól próbál. Mindenhol akadnak, akik ilyeneket terjesztenek. Aztán előadáson már olyan lehetsz, amilyen akarsz. Gyorsan népszerűvé vált Felnőtt mesék című rovatunk, ezen a héten Szabó Kristóf írását adja elő Gyebnár Csekka, amű címe Hófehérke és a hét kis növésű. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy békásmegyeri panellakás, ahol együtt élt Fanni, a nevelőanyja, és annak legeslegújabb élettársa. Az életük azonban nem volt könnyed galopp a hűsgyepen. Az anyuka mentális gondokkal küzdött. Előfordult például, hogy a tükörrel beszélgetett. Az legtöbbször dicsérte a szépségét, de volt, hogy hibbant luvnyának szólította. Ilyenkor ő nagyot köpött rá, majd valamivel később citromos ablakmosóval tisztára törölte. Ezúttal azonban a tükör új dologgal hozakodott elő. A lányod sokkal szebb nálad. Juditnál, mert így hívták a nevelőanyját, ez végképp betette a kaput. Figyelj már! Fordult oda élettársához, Jucóhoz. Csináld ki! Mi? Normális vagy? Tette fel a teljesen fölösleges kérdést Jucó. Te már nem szeretsz engem? Fogott érzelmi zsarolásba Judit, és Jucó pontosan tudta, hogy innen nincs menekvés. Az lesz, amit a nő akar, csak az a kérdés, hogy mennyi szenvedés után. Jucó pedig nem szeretett szenvedni. Rábólintott hát a feladatra. A világjárvány miatt egy ideje zárva tartott a Buda Body Fitness Center és szolárium, emiatt pedig Fanni túlsúlyosnak és sápatnak érezte magát. Aznap is letörten ért haza. Szépen nézel ki te, hófehérke, mondta bánatosan a tükörnek, mert rosszabb napjain maga is társalgott vele. Jocó lépett hirtelen mögé. Tekintete vészjósló volt, két kezét Fanni nyaka köré fonta, de nem tudta véghez vinni szörnyű tettét. Amilyen nagy melák volt, olyan nagy volt a szíve is. A teste e tekintetben arányosnak mutatkozott. Menekülj! Súgta hátulról Fanni fülébe. Annak se kellett, több rohant, ahogy a lába bírta. Ki a lakásból, le a lépcsőn, ki az utcára. Futott, futott, amerre a lába vitte. Maga se tudta, hogy hova. Egy lóversenypályán találta magát, és hét kis növésű alakra lett figyelmes. De aranyos törpék! Zihálta. Nénik, én a törpe! Mi zsokék vagyunk! Förmet rá az egyik. Ma már nem helyes a törpe szó használata, politikailag úgy korrekt, ha alacsony növésűt mondanak. Tudálékoskodott az egyik. De volt köztük, aki csak nevetett mindezen, volt, aki félénken a többiek mögé húzódott, egyikük folyamatosan prüszkölt, míg volt, aki mit sem törődve az egésszel békésen szenderedett. A hetedik pedig kedvesen kifejezéstelen tekintetét a semmibe meresztette, és vidáman lóbálta lábát a kuka tetején. Fanni ezért őt magában kukának nevezte el, és ekkor fehér lován beügetett a pályára a tökéletes férfi. Kidolgozott testén hívogatóan feszült a lovagló ruha. Kék szeme messziről világított, szőke haja pedig a válláig ért. A fodrászok ugyanis zárva tartottak aznap. Ő kicsoda? Kérdezte tátott szájjal Fanni. Ő, Jenőke, a tulajfia, mondta a morgós. Rögtön kiszúrtad, kibe kell beleszeretni? Ha az öreg Jenő meghal, övé leszik minden! Fanni ebben a pillanatban, talán a fáradtságtól, talán a Jenőke okozta soktól, elájult. Nagy sürgés forgás támadt, a zsokik próbálták magához téríteni, de Fanni csak feküdt maga tehetetlenül.
Ekkor viszont Kuka is cselekvésre szánta el magát. Felállt szemetese tetejére, kalapját a magasba tartotta, és vadul lengetni kezdte, jelezve Jenőkének, hogy nagy a baj. Jött is a lovak. Hozzájuk vágtatott paripájával Fanny fölé térdelt, és hosszú, érzelmes csókot lehelt kiszáradt ajkaira. A lány sóhajtott egyet, szemei kinyíltak, és boldogan nézett a fölé tornyosuló megmentőre. Már másnap megtartották az esküvőt. 7 nap, 7 éjjel tartott a tánc, aztán pedig boldogan éltek, míg rá nem untak egymásra. Utána boldogtalanul éltek, míg meg nem haltak. A 7 zsoké viszont míg élt, mesélte, hogy hogyan volt, amikor a kiskuka nagy dolgot cselekedett. Itt a vége, fuss el vére. Szerbusztok, gyerekek! Nem vagyunk gyerekek! Hát akkor mi? Törpék. Ostoba! Törpék? A törpe termet olyan állapot, mely során egy ember vagy állat lassú növekedése alacsony kis termetet idéz elő. Általában a 147 cm alatti embereket szokták törpe termetűnek nevezni. Értem. Ajánló rovataink következnek, könyvet ezúttal Placskolmese Aján színiiskolásaink segítségével, majd utána az elmaradhatatlan Pálfi György és a projektor. A mai könyvajánlóban nem egy, hanem rögtön 7 könyvet szeretnék a figyelmükbe ajánlani, ez nem más, mint a J.K. Rowling Harry Potter sorozata, és így hát az első részt természetesen a Bölcsek kövét. Harry Potter. Komolyan? Természetesen mindent tudok róla. Ez a könyv elvileg gyerekkönyv, de azt hiszem, hogy bátran ajánlhatom bármelyik felnőttnek, mert a történetben megismert karakterek, személyek, szituációk mindenki számára abszolút hordoznak nagyon-nagyon sok mondani valót. A történet főszereplője Harry Potter, aki 11 éves akkor, amikor megismerik őt a könyvben. Így aztán, ha azt kérdezik, hogy mikor érdemes egy gyerek kezébe adni ezt a könyvet, hát akkor 11 éves korában először az első kötetet, és aztán, ahogy telik az idő, úgy folyamatosan a következő köteteket. Megvettem néhány ajánlott olvasmányt is. Benne vagy a modern mágia történetben, a fekete mágia felvirágozása és bukásában, és a 20. századi mágia történet címszavakban című olvasmányban is. Tényleg? 2 nagyon kedves rész van számomra ebben a könyvben. Az egyik az, amikor Harry rádöbben, hogy attól, hogy ő úgy nőtt fel, hogy azt éreztették vele lépten nyomon, hogy egy legutolsó megtűrt valaki a nagybátyja és a nagynénye házában, egyszer csak rájön, hogy ő különleges. De jó ég. Hát nem is tudtad. Én biztos mindent elolvasnék magamról. Amúgy tudjátok, hogy melyik házban lesztek? Kérdezősködtem, és szerintem a Gryffindor a legjobb. Úgy hallottam, maga Dumbledore is oda járt. A másik, amikor Harry Potter rátalál Edwige tükrére, és a tükörben a halott szüleit lát. A tükör azt mutatja, amit akarunk. Igenis. Meg nem is. Sokan sorvadtak el előtte,
mert megbabonázta őket a látvány. És meg annyi ember őrült bele, hogy nem tudja, valóságos-e, vagy lehetséges-e, amit a tükörben lát. A tükör holnap új helyre kerül, és arra kérlek, ne indulj többé a keresésére. És akkor Dumbledore, a varázslóiskola igazgatója, mond neki egy nagyon fontos mondatot. Rossz úton jár, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni. Amitől azt hiszem, hogy mindenki gazdagabb lehet. Számomra nem csak egy kedves könyv, igazi családi erekért. Mert amikor ezek a könyvek megjelentek magyarul, akkor édesanyám könyvtárban dolgozott. És hát nagyon vártuk, hogy olvashassuk mindannyian. Hát voltunk rá hárman lányok, és még a két szülőm. És hát, hogy nem marakodjunk állandóan azon, hogy most éppen ki tudja olvasni a következő fejezetet. Ezért az történt, hogy minden este valamelyik szülőm vagy apa vagy anya leült a konyhába, mi szépen leültünk eléjük hárman, és akkor minden este egy-egy fejezetet elolvastak nekünk esti meseként. Ezért is nagyon fontos emlék ez a könyv a mai napig, mert a legszebb családi pillanatok egyike volt ez. Békeidő. Új magyar film rendezte Hajdú Szabolcs, Magyarország első karantén premierje. Mégpedig azért, mert a mozik zárva vannak, úgyhogy ezt a filmet csak interneten lehet megnézni, nagyon biztonságos körülmények között otthon. Tehát otthon a vimeo.com oldalt kell megnyitni, és be kell megkeresni benne a Békeidő című filmet, és ezt egy mozi egy áráért, akár az egész család, vagy ahányan éppen egy közös karanténban szorultak, meg lehet tekinteni. Miért fontos egy? Ez a film azért fontos, mert kortárs film, premier, a premiért otthon élvezhetjük, megnézhetjük, és rólunk szól, a máról szól, arról, hogy mik történnek a mindennapjainkban, arról a cím is erre utal, hogy mi történik azokban, abban az időben, amikor béke honol, honnan szivárok föl, a erőszak, honnan szivárok föl egymás bántása, anélkül, hogy nyílt konfliktussá válna. Nagyon izgalmas színészi alakítások, Hajdú, Szabolcs, Siling, Árpák, Török, Íj és Orsolya, és akár, hogy hazabeszéljek, az én lányom is játszik benne, mert ezt a filmet nem állami támogatásból készítették, hanem a kolozsvári filmtett tábornak a csapata készítette Hajdú Szabolcs vezetésével, tulajdonképpen pénz nélkül, tulajdonképpen művészi elhatározásból, sőt kötelességtudatból, abból a kötelességtudatból készült ez a film, hogy egy alkotó embernek igenis akkor is el kell mondani a véleményét, ha erre nem kap támogatást. Erre nagyon jó barátokat szedett össze, nagyon jó munkatársokat szedett össze, és egy igen kiváló és figyelemre méltó filmet hozott létre. Nem egy könnyed szórakozás, de nagyon friss, nagyon komoly mondani valóval. Érdemes és fontos Bocsáss meg. 10 éve mutattuk be a Bolond Lány című művet, mely azóta is sikerdarabja a Körúti Színháznak. Ma a darab férfi főszereplőjével, Kautsky Armanddal láthatunk beszélgetést, és jó néhány darab részlettel azzal is beszélgetünk az összes részletével ennek a darabnak, a Bolond Lánynak.
Szervuszarband. A beszélgetésünk tárgya az lenne, hogy pár hét hiány 10 éve mutattuk be a Bolond Lány című darabot, és az akkor is őrületesen nagy szám lenne, ha csak évente egyszer-kétszer játszottuk volna, de nem, ezt a darabot mi rengeteg sokszor játszottuk, és hát azért ez bizonyosan nem a véletlen műve. Bizony. Hát én nagyon örülök, hogy ezt a Bolond Lányt elővettük. Ez a Bolond Lány, ez tud valamit, mert hogy amikor bemutatják, ez mindig nagy siker, és mindig nagyon nagy szériákat fut. Hála Istennek ez így van a mi előadásunkra is, de több titka van ennek. Hát egyrészt például egy remek darab. Aztán egy nagyon jó történet, ugye egy krimi, az mindig érdekli az embereket, a gyilkosság körül folyik a nyomozás, az mindig egy nagyon izgalmas dolog, főleg, hogy egy csavar van a végén, és gondoljuk, hogy ki lesz aztán a végén a gyilkos. Aztán hát egy szerelmi történet, ugye az mindig nagyon jó pofa és érdekes, főleg, hogyha egy beteljesületlen szerelem. Szóval megbotlott. Meg! El is esett? Akarja, hogy megmutassa? Nem! Nem is próbált védekezni? Ne. Na jó, szóval az alkalom a zsenge fű. Bocsánat, hogy közbevágok. Biztos, hogy minden néző és minden szereplő mást érez meg ebből a darabból. Nekem rendezőileg az a legfontosabb, hogy egy adott ember, akit a hatalom valami irányába akar kényszeríteni, hogy mi az a pont, amikor az embernek el kell dönteni, hogy tisztességes vagyok, vagy nem vagyok, az maradok, vagy nem maradok, megteszem-e a hatalomnak, vagy nem teszem meg. De ugye megígéred a karriert, híres író leszel. Azt nekem nincs elegem a középszerűségből. A negyedik emeletből lift nélkül, az ócska tragacsunkból, a szörme utánzatot utánzó kabátodból. Jaj, ennyire azért nem szörnyű a helyzet. Bezzeg a sógorom, az már főügyész. Könyökölt is, érte? Eleget. Könyökölni én is tud. Nézd meg szombaton. Te én bármire képes lennék, csak hogy új lakásunk legyen. Bármire. A legnagyobb hatása, és ami számomra is a legizgalmasabb, az egy olyan lelki átalakulás, egy olyan szemfelnyitás, hogy úgy mondjam, hiszen egy vizsgálóbíró áll a főszerep helyzetben, aki bekerül egy gyilkosság nyomozásába, és egy óriási karrier előtt áll, bele akar simulni ebbe a társadalomba, amiben mi is élünk egyébként. És a nyomozás kapcsán egy bolond lány által, bolondos lány, inkább így mondom, egy bolondos lány által felnyílik a szeme, és rádöbben egy csomó összefüggésre a világban, és hát van benne valóban egy pálfordulat, van benne egy döntéshelyzet, hogy ő a karrier útját választja, a siker útját választja, és akkor viszont az igazság károsul, ugye nem az igazságot fogja kideríteni, vagy pedig az igazság útján halad tovább, és viszont akkor a karrierjébe kerül. Ellenőrizhetetlen, ez a szó nem nagyon tetszik nekem. Uram, egy kifejezés, amit nem lehet ellenőrizni, az bizony ellenőrizhetetlen. Mondja mindjárt azt, hogy én találtam ki. Ezt én nem mondtam. Ha nem, mit mondana? Ha nem például az, hogy akár ki is találhatta! Tudja maga, kivel van dolga? Bolond Lány a címe a darabnak, de jelen esetben mégsem az ő lelki fejlődéséről szól ez a darab, hanem inkább a vizsgálóbíróról. Tehát ő a címszereplő, de mégiscsak ő, ahogy bejön, tulajdonképpen úgy megy ki a végén, tehát ő igazán utat, igazán lelki utat nem jár be. Persze erről a Gerdát kéne megkérdezni, hogy ő miközben miket él meg. Györögem! Én is könyögöm! Kegyek ki oda a szerűen! Én mindent elmondom, amit csak tudom, de el akarok jön le, kisasszony. Semmi? Oh. Ez mi? Nős vagyok, kisasszony. Üljön le. Ez a jó ebben a helyzetben, ebben a darabban, ebben a szerepben, hogy igenis a önmagából dönt, tehát amilyen ő, nem hagyja magát befolyásolni, és ezért dönt jól szerintem. Csak a maga ilyen kifejezéssel válaszolt, mit csinálja, kedves Márton? Bele vagyok esve.
Ezt miért nem mondta nekem soha? Mi okom lett volna, hogy én bizalmas dolgot közöljek a szabásnak? Ezt úgy rajta kapta magukat. Egy trapli. Úgy van. És a havi 500 franért megvásárolta a hallgatását. És az az érdekes ebben a bolond lányságban, hogy én úgy gondolom, hogy minden ember életében van egy bolond lány. Van, hogy nem is vesszük észre. Tulajdonképpen mi is a bolond lány? A bolond lány a kulcs önmagam megtalálása, vagy önmagam megerősítése, vagy a jó döntéseim meghozása érdekében. Tehát mindig van egy olyan segítő ember, aki esetleg nem feltétlenül egy idős bácsi, aki azt mondja, hogy most én segítek, nem kell segíteni. A lényével, a természetességével, ezzel az ösztönösségével, amit ő képvisel, ő a kulcsa ennek az én figurámnak, ő a kulcsa, ő általa nyílik ki az az ajtó ezzel a kulccsal, amivel a becsületesség, a tisztességesség irányába fog elindulni az élete. Hát köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk, gondolom időd neked is van bőven, remélem azért, hogy nem sokára már élőben is találkozhatunk, mármint, hogy te meg én egy színpadon vagy színpad környékén, és újra, ez azt jelenti, hogy újra közönségére kerülünk a darabjainkkal. Addig is jó pihenést, jó olvasást, meg ilyesmi. Következő rovatunk címét a Ne legyen ön is vírusos, Szabó Kristóf kollégánk nem kedveli. Producerünk másik javaslata, nálunk nem lesz milliómos. Esetleg én gondoltam esetleg arra, hogy könyörgöm, ön se legyen biliárdos, de bármi lehet, várjuk az önök ötleteit is. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a kvíz negyedik adásában. Itt vagyunk Vas Rózsával Kistelekről, és folytatjuk a játékot. 8. kérdés, kémia. A kérdés így hangzik. Melyik gyümölcs neve nem rakható ki kémiai elemek vegyjeleiből? 1. alma, 2. barack, x. narancs. Gondolkozok közben, hogy melyikből, hogy is van, az alma az jó, azt ki lehet rakni. Mikből? Alumínium. Igen. Mangán. Baracknál ugye van a bróm, az AR az argon, narancsnál megint ott van az argon. Ez most jó kérdés. Igazából az AN, vagy N az van. C is van, mert az a szén. Akkor most már, akkor valahogy nem jó. Egyik se jó, ott tartunk? Ugye az nem lehet, hogy mind a kettő rossz. Hát az nem lehet, úgyhogy most akkor valahogy másképp kell megközelíteni a dolgokat. Várjunk csak, az AN az antimon, vagy valami ilyen is létezik szerintem, hogy ezt így bevesszük, akkor viszont ugye a baracknak kéne kimaradni. Elméletileg. Mi van, ha azt az egy darab A betűt, ami útban van, azt nem az utána lévő betűhöz köti, hanem az előtte lévő betűhöz. De akkor mind a kettőnél ugyanaz van, mert R-A-R-A. Ha azt veszük, hogy az R-A az a rádium. Igen. És akkor elméletek, akkor viszont ugyan narancsot nem bírnánk kirakni. Mert? Hát, mert hogyha a narancsnál akkor van a nitrogén, akkor az A betűnek ugye nincsen semmi, az erre az a rádium, utána megint nitrogén, meg a cézium. De akkor hiányzik az A betű, viszont a baracknál ott a bor, de ott is ugyanúgy kimarad az A betű, akkor megint ugyanott vagyok. Van szén, kálium, de akkor az egy A betű itt csak elmarad a barackba. Tehát akkor elméletileg a barack az, amit akárhova rakom, valahogy egy A betű ott mindig sumákban marad, és akkor így a barackot akkor nem tudom én kirakni. Lehet, hogy valami kémikus, igen, de akkor jelöljük meg a barackot. Megjelöljük a barackot. Ahogy a középső A betűt ugye megpróbáltuk illeszteni az előtte lévő betűhöz, ugye az előlévő A betűt is lehet. Igen. És akkor ugye a BA, ami szerepel a baracknál, és az NA, ami a narancsnál, és mind a kettő létezik, viszont az almában az MA olyan nincsen. A mangán, amit mondott, az MN. A rossz hírem, hogy az alma volt a helyes válasz. Újabb hiba pont. Szomorú. 9. kérdés. Sport. Menjen?
Hát azt inkább cseréljük le, mert a sport az nem az én világom. Már cserélünk is. Filmszínház. A kérdés így hangzik. Melyik rendező nem készített filmet Szerelem címmel? 1-es Mack Károly, 2-es Michael Haneke, X Szabó István. Van-e olyan, akit ki tudunk zárni? Nem igazán. Nincs. Szerintem a Szabó Istvánnak mintha lenne olyan ilyen filmje. De Mack Károlynak is van ilyen című filmje. Próbáljuk meg, hogy belehelyezkedik a kérdés író helyzetébe. Tehát ön ír egy kérdést, ami úgy szól, hogy ki nem készített Szerelem című filmet, és ön azt mondja, hogy Szabó István és Mack Károly készített ilyen filmet, akkor vajon Michael Hanekét írná-e be harmadiknak? Hát akkor valószínűleg nem. Akkor lehet, hogy valamelyiknek csak hasonló a cím. Ez létezhet. Most gondolkozok, hogy akkor Szabó Istvánnak van valami szerelmes filmje, csak akkor lehet, hogy nem az a cím, hogy szerelem, hanem szerelmes, vagy szerelmesek, vagy szerelmes, valami ilyesmi. Tehát Szabó István. Megjelöljük Szabó István. Nem volt a cím. Michael Hanekének csak ugyan van Szerelem című filmje, ez nem olyan régi. És Mack Károly és Szabó István közül az egyiküknek van egy Szerelem című filmje, a másikukra van egy Szerelmes film című filmje. És nagyon helyesen mondta, a Szabó István filmje. Jár a találat. 10. kérdés, képzőművészet. Melyik festő visszatérő alakja volt Piacek bácsi? 1-es Munkácsi Mihály, 2-es Ripürónai József, X Szinyei Merse Pál. Hát ugye Munkács ez inkább szerintem tehát sok komorabb témájú képei voltak, tehát őről lehetséges lenne, de őről annyira nem tartom valószínűnek, hogy hát szerintem Ripürónai volt az, akinek ez a bácsi a témája volt, a Piacek. Megjelöljük a 2-est. Munkácsi csak ugyan komorabb képeket, meg komolyabb képeket festett, és Szinyei és Ripürónai közül helyesen választott, csak ugyan Ripürónai alakja volt Piacek bácsi. Következő kérdés. 11-es. Mindennapok. Kiről vagy miről kapta nevét a klasszikus plüssmackó, a Teddy Bear? 1-es. A fajtájáról, 2-es a tervező kisfiáról, X Theodore Roosevelt amerikai elnökről. Biztos nem a fajtájáról, meg én szerintem a kisfiáról sem, mert ugye ez egy híres, úgy emlékszem, hogy egy híres emberről kapta, akkor ezek szerint csak Theodore Roosevelt lehet. Megjelöljük az X-et, Theodore Rooseveltet. Egy vadászathoz kapcsolódik a történet. A vadászaton odavitték az emberünket, egy megkötözött fához kötözött medvéhez, hogy lelőesse, de ő azt gondolt, hogy ez nem sportszerű, nem volt hozzá szíve, nem lőtte le, és innen ered, hogy Teddy Mackónak hívják a mackot, mert hogy Theodore Roosevelt volt, akihez kötődik a történet. A válasz helyes. 12. kérdés, csillagászat. Mennyi a felszíni középhőmérséklet a Marson? 1-es, mínusz 65 fok, 2-es, 15 fok, X, 167 fok. Ugye Marson ugye a vizet próbálgatnak találni, próbálják bizonyítani, hogy van vagy nincs, tehát akkor biztos, hogy nem 15 fok, mert akkor 15 fokon lehetne könnyebben szerintem vizet találni, de most nem akarok hülyeséget mondani. Hát szerintem 106 plusz 167 fokot azt nem tudnám elképzelni, és én úgy emlékszem, hogy a fagyott vízről beszéltek máskor valami hírekben, hogy azt gondolom, hogy a mínusz 65 foknak kellene a jó válasznak lenni. Minden logikusnak tűnt, amit mondott. Ettől még persze bármi lehet. Jelöljük meg a mínusz 65-öt? Hát jelöljük. Nemrégiben kísérleteztek azzal, hogy marsi körülmények között zöldségeket termesztenek. Ezeket a kísérleteket az Antarktiszon végezték, mert hogy a Marson nagyon hideg van. A válasz jó? Utolsó előtti kérdés. Irodalom. Kinek a verse alapján született Beethoven örömódája? 1-es Goethe, 2-es Hölderlin, X Schiller. Igen, szerintem Schiller írta az örömódát. Én így
amennyire visszaemlékszek a tanulmányaimból, igen, hogy szerintem ő is. Megjelöljük Schillert. És a válasz helyes, csak ugyan Schiller szövege alapján készült az Örömóda. Nagyon szépen haladunk. Ott középtájon volt egy kis megingás, azóta suhanunk előre. Utolsó kérdés, a plusz egyes. A plusz egyes kérdés az úgynevezett lánc kérdés, tehát az aktuális játékosnak az előző játékos tesz fel kérdést. Vagyis önnek most Varga Dániel, füzesabonyi játékosunk teszi fel a kérdést, íme. Melyik amerikai elnök adott parancsot az atombomba bevetésére Hiroshimában? 1-es Roosevelt, 2-es Truman, 3-as Eisenhower. Hát akkor mondjuk még a segítséget igénybe venném. Szerintem ezt nagyon jól teszi, mert nincs hova tartalékolni. Mondom a segítséget, így hangzik. Igen. Igaz. Hát akkor ha igaz, akkor Truman. Ha igaz, akkor Truman. Jelöljük meg? Hát jelöljük. Megjelöljük. És azt nem tudjuk, hogy mennyire van igaz emberre, hogy ledobta az atombombát, de mindesetre csak olyan Truman volt az. A válasz helyes. Ez jó jött ez a segítség. Na, ez jobb volt, mint a tűzpiros virág. Igen, annál jobb. Nos, végigértünk. 12 találata lett a 14-ből, ez egy nagyon szép eredmény. Gratulálok. Fölkerül a dicsőségtáblánkra. Köszönöm szépen a játékot, a kedves nézőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra. Endre. Ah, vége. Mi? Vég? Nincs még. Majdnem vége van mai műsorunknak. Most már elárulhatjuk, hogy mai műsorunk szerencsés nyertese. Doppergést kérek. Cseppje Marina. Gratulálunk, viszlát. Várj, mi? Még hátra van a Spanyolul tudni kell című tévésorozatunk 4. része. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebbi adásunk nem egy hét, hanem 10 nap múlva következik. Addig is vigyázzanak magukra, maradjanak otthon, jöjjenek hozzánk, mert mindenkit szeretettel látunk. Következő adásunkban Jankovics Péter várja önöket. Gyönyörű rózsa. A rózsa a kedvence? Hát ez tök hülye. A rózsa persze ő! Álmaim tárgya. De nagyon szívesen trágyázna egyszer magával. Na jó van, most már tűnjön innen, mert bepipulok. Most mit mondtam? Semmi baj, menjen innen. Majd én beszélek vele. Köszönöm. Ne is álmodj róla, nagyfiú. Megmondtam neki, hogy ha nem lesz szórakoztatóbb, ne is álmodjon magáról. Hát nem egy ló. Ilyenek a spanyolok. Lassan melegszenek. De az idősebb ilyen nem, ha jól látom. Nem tudom, mire gondol. Jaj, hát ennek a fiúnak az apjára. Hát ez tegnap az úgy nézett Viola nénire, hogy én már azt hittem, értek spanyolul. Valamit félreérted, kedvesem. Dehogy is, és beszél, be nem áll a szája. Hát igen, hát beszélni azt tud, de még milyen gyönyörűen beszél. De soha nem engedne meg magának bizalmaskodást. Hát akkor engedje meg neki Viola néni. Az én neveltetésemmel? Hogyan? Hogy Viola néni? Hát hoci nesz! Jaj, ne, fúj, ne! Tessék egy kicsit bíztatni ezt az apamókust, különben csak süket duma marad az egész. Én nem is értem, hogy miket beszél. Haj, Viola néni! Hát ide a rozsdás bökőt, ha nincs belezúgva Viola nénibe. Gondolja? Igen, és hát Viola néninek sem közömbös, azt is látom. Hát... Nem, azt nem mondtam, hogy ellenemre lenne. Hát akkor meg tessék egy kicsit noszogatni ezt az apa mókust, különben addig nyomja a süket dumát, hogy a végén semmire sem marad ereje. Én nem hallgatom magát tovább. Azért remélem, majd tetszik küldeni egy levlapot, ha Lagzi lesz a házban. Levlapot? Igen, mert én hazautazom. Most minek töltsem itt a drága időmet egy ilyen szerencsétlen taknyossal? Oda van magáért, drágám. Ez. Higgy el, én ismerem a spanyolokat. Hát most már én is, sajnos. Inkább csomagolok és utazok haza, mielőtt felmegy bennem a pumpa. De bármikor visszajöhet, tudja? Mi? Az anyád ideges! Jó, Isteni! Gyere innen! Jó reggel, tábornok úr! Jó
Jó reggelt, kegyelmes uram! Jó reggelt, jó szép reggelt. Asszony! Remélem, jól aludt. Köszönöm, nagyon jól, és ön? Az angyalok karjaiban. Korán elnyomott a jótékony álom, és már hajnal óta vártam ezt a finom kopogtatást. Úgy kopogtat, hogy a ritmus a valósággal felpesdít. Ugyan már csak egy egyszerű kis kopogtatás, semmi más. Tudja a hegy, hogy magas? Tudja a tenger, hogy mély? Milyen szép gondolat. Egyetlen költőnk, Francisco Ortez szavai. Igazán nem is vagyok rá érdemes, kegyelmes uram. Az ön kedvességénél csak a szerénysége nagyobb. Ő már korán reggel elbűvöl az udvarlásával, kedjelmes uram. Jó reggelt, nagyságos asszony. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, kedjelmes uram. Parancsoljanak. Ó, jó étvágyat kívánok. Szépen. Úgy, szépen. Én meggondolnám a maga helyében. Én sem eszem vajat, nem vette észre? Miért? Úgy találja, hogy híztam? Határozottan az az érzésem. Legalább 2 kilót felszedett magára 1 hét alatt. Hát mi lesz így magával az invázióig? Ha? És ha gyalogolni kell a kikötőtől az elnöki palotáig? Hm? Hát az ezredes legalább 1 harckocsit beígért, hát az út több, mint 5 perc. Mit gondol, ki lehetett az a férfi, aki a bécsi szállásunk portáján név szerint engem keresett? Fogalmam sincs. Ha végezni akartak volna velem, akkor nem keresnek név szerint, és honnan tudták a címünket? Úgy látszik, hogy még a nyomunkban voltak Bécsben azok a gazemberek. Nem követett minket senki, amikor az Imperiából átmentünk az utazási irodába? Nem, nem. Most, hogy tetszik mondani, ahogy elfordultunk, hogy belenézzünk a prospektusokba, igen? Egy alak suhant el mögöttünk. Jobban utána néztem. És tudja, ki volt? Kicsoda? Piloni Zapata. Piloni Zapata? Ne bolondozzon már. Piloni Zapata, Blanco őrnagy belügyminisztere és a titkos szolgálat vezetője. Hát miért üldözne minket keresztül kasuk Európán? Nekem legalábbis az volt az érzésem. Úristen! Úristen! Körbevették a házat! Kolomboltak! Nem egy magas! Körszakállas, szemüveges férfi jön. De igen. Akkor ez a titkos szolgálat ügynöke, Piloni Zapata. Nem, csak a postás jött a Lencse Peti, az újságokat. Mondja, Viola, nem szánna rám néhány percet? Beszélni szeretnék magával. Természetesen. Fontos ügyben? Legalábbis nekem fontos. Ami magának fontos, ez nekem is fontos. Köszönöm. Ez jól esett. A miniszter reggelije végeztével szokásos tréningjére indul. Ja, igen. Akkor várom. Csodálatos. Ebéd után folytatjuk a tegnap félbehagyott munkát. Lassan ideje lesz összeírni a kivégzendők listáját. Az. Múlnak a napok. És sehol egy lista. Az ezredes távirata is késik. Megmondom őszintén, türelmetlen vagyok. Most már szeretnék fegyverrel a kezemben vagy győzni, vagy meghalni. Maga nem? Lehet választani? Én rúgom a 11-est. Büdös kölyök! Mi van, apám? Aggódom. Mi van veled? Unom a banánt. Apád a történelmi hivatás rögös útját járod, és egy gyilkos hajszat gyötrelmeit éled át, tudom. És te mindezt banánnak nevezed? Hogy téged mire szemeltek ki a szentek, azt te tudod. Hogy engem mire, azt majd én eldöntöm. Ki veszi át az örökömet, hogyha lehúnyom a szemem? Mi elmész aludni? Én biztos, hogy nem. Te hordod az ország griffmadaras gyűrűjét, legszentebb erekénket. Visszaadja. Úgyis mindenbe beleakad. Törvény az elnöki tisztség fiú ági öröklése. Ez Blanco eltörölte. Ebben neki lánya van, de mi majd visszaállítjuk. Mindegy, a dolog részemről tártalan. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Élni. Élni végre egy kicsit. Örülni annak, hogy a világon vagyok. Majd megmentem a hazát, hogyha jobb dolgom nem akad. Pablo! Boldogtalan vagyok, apám. Hát, szerelmes vagy. Halálosan.
3 nap és elmúlik. Ez nem olyan. Nem olyan lány, mint az eddigiek. Ennek a kis ujjához sem lehet hozzáérni. És finom lelkű, művelt, csupa kedvesség. És milyen komoly. Mit csináljak? Adjál neki pénzt! Pénzt? Aha. Pénzt? Feleségül fogom venni. Te megbolondultál? Takarodj a szemem elől! Te akartál beszélni velem? Ne is lássalak! Na! Itt vagyok, barátom. Beszélni akart velem. Tudom, ilyenkor délelőtt nagyon sok dolga van. Ó, nem. Ha magának szüksége van rám, akkor én már itt is vagyok. Hát, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Ó, talán üljünk le. Jó. Tudja, kedves Viola, tegnap este elalvás előtt végig gondoltam az életemet. Igen. És? És szembenéztem önmagammal. Igen? És? Nagy-nagy csend honolt az egész házban. Egy tücsök ciripelt igen halkan az ablak alatt. Igen? És? Siet? Nem, dehogy is. Csak kíváncsi vagyok. És akkor azt kérdeztem magamtól, hogy mondd csak, Diego Espartero, boldog ember vagy te? Igen, és? Ha magamra gondolok. Ha magára gondol? De magamra és a fiamra. Magára és a fiára? Hát akkor én már megyek is. A magára is gondolta. Nagyon köszönöm. Talán észrevette már, hogy maga mély benyomást gyakorol rám. Jó, Istenem, ez több, mint amire számítottam. Na, hát akkor erről ennyit. Ez viszont kevesebb, mint amire számítottam. Hoci, ne száll, persze. Még annyit, hogy hálánk nem fog elmaradni. Tegnap a miniszter tanácson is szóba kerültek a maga érdemei. A miniszter tanács, értem. Erről akart beszélni velem? Nem. Beszélhetnénk az ifjú hölgyről. Jaj, Diego, maga olyan gáláns és udvarias, de nem vagyok már fiatal. A másik ifjú hölgyről. Ó, igen, bocsánat, persze. Hát, hogy kik a szülei, mi a foglalkozása? Nos, Margó tanul. Tanul. Van még mit tanulnia. És az apja, az a gázműveknél van magas beosztásban, a mama pedig a mozi, a pénz, hogy is... Ho, hát csak nem producer. Hát így is lehet mondani. Hát igazán jó módúak lehetnek. Nem, azért azt nem mondanám. És egyébként? Egyébként megközelíthetetlen. Megközelíthetetlen. Az. Nagyon ritkán látom nevetni. Ó, igen, tavaly meghalt a vőlegénye. Öngyilkos lett szegény. De miért? Mert Margó nem hagyta magát megcsókolni. Ne mondja. De mondom. Úgyhogy a maga fia igazán nem pazarolja méltatlanra az érzelmeit. Margó a végtelenségig tisztességes lány. Hát Pablónak pillanatnyilag egy kevésbé tisztességes lány kellene. Szilva lé! Szilva lé! Jancsi! Mondtam, hogy nálj meg a kegyelmes úr, de betelé! A fiatalok a maga közvetítésével szoktak tárgyalni, ugye? Ó, igen. Ígért a fiam házasságot ennek a kislánynak? Házasságot? Ugyan már, honnan vette volna az ehhez szükséges bátorságot? A mi Espartérók igen bátrak vagyunk. Ó, igen, láttam az előbb. Tessék? Ó, semmi. Az ön fia egy egyéjszakás kalandra invitálta a kislányt, ő meg azt mondta, kikaparom a szemét. Oh. A maga fiát, mintha kicserélték volna. A legnagyobb tisztelet hangján beszél a kislánnyal. Sőt, boldog, ha csak egy fél percre a közelébe kerülhet. Az én fiam? Miről tud beszélni az én fiam? Hát nem könnyű, higgy el nekem, nem könnyű. A fotballról olvas sokat. Fotballról? Igen. Tudja, nem lenne semmi baj, hogyha ez a szamár nem vette volna a fejébe, hogy feleségül veszi ezt a kislányt.
Nem hiszem, hogy Margó az a lány lenne, aki csak így ripsz-rossz, így hoci, nesze alapon férjez menne egy külföldihez. Azért lehetetlen, hogy egy ilyen bájos, ifjú hölgynek ne legyenek nagyra törő álmai. Tehát neki nincs. Világkörüli út. Szóba se jöhet. Értékes bunda. Nem szereti. Drága kocsi. Nem, Isten őriz. Na, hát. Éppen itt jön. Kérdezzük meg őt. Itt az apa mókus. Köszönjük. Na, melegszik a szitu? Az apa mókus szeretne magával beszélgetni. Hallgathatom a süket dumáját? Azt mondja, nagyon szívesen meghallgatja magát. A fiam nagyon kedveli magát. A fia nagyon kedveli a virágokat. Emlékszem. De sosem veheti el magát. De ő inkább a fákat szereti. Mi ez, valami botanikus família? Hozzá sem menne. Hát akkor ezt lezártuk. De nagyon szívesen megtanítja metszeni magát. Metszeni? Nem akar ő is mindjárt trágyázni velem? Nincs valami, amivel kifejezhetném szerény hálámat? A pénzről beszél? Nem, dehogy. Azt mutatja, milyen jó, zsíros, errefelé a talaj. Na, úgy látom, nem esett messze az alma a fájától. Azt kérdezi, hogy érti ezt? Hát ő mit tudom, adnék egy kitöltetlen csekket, jól boldoggá teszi a fiamat, és aztán eltűnik örökre. A tűzhelyen hagytam a tejet. Hátja, én megmondtam. Hát én ezt nem is gondoltam. Én mondtam, ő nem olyan lány. Nem Margó hangját hallottam az előbb? De, majdnem velünk kávézott. De hát hová ment ilyen hirtelen? Talán kérdezze a kedves édesapját. Apa? Megnézem a tábornok urat, biztosan focizik, de én lefokozom. De hát hová sietett az én szépséges és kegyetlen szerelmem? Hát kapaszkodjon meg, kedvesem. Úgy döntött, hogy csomagol és hazautazik. Hazautazik? Csak nem miattam. Nem hiszem. De persze kizárva sincs. De hát én nem csináltam vele semmit, egy ujjal se értem hozzá. Úgy néztem rá egész végig, mint egy szentre. Nagyon helyes, nagyon helyes. Vissza se jön. Nem tudom. Talán kérdezzük meg tőle. Viola néni, hát semmi sem volt a tűzhelyen. Akkor rosszul emlékeztem. Nos, a kis barátunk nagyon sajnálja, hogy már elutazik. Tényleg? Nagyon sajnálja. Végül is hagyhatok itt neki egy pár kiflit, hogy legyen neki mit simogatni, meg csókolgatni a héten. Sőt, a hétvégére kaphat akár egy pár zsömlét is. Régóta vártuk már, hogy végre elindulhassunk. Senkinek sem volt könnyű, de a nevetés ezen is átsegített. Mi már itt vagyunk, és csak rád várunk. Minden készen áll, de teljes, csak veled lehet. Hiányoztál. Indulj el, és találkozzunk újra. Térj vissza kedvenc helyeidre, és fedezd fel újakat. Mert a nyár nem múlhat el élmények nélkül. Együtt, itthon, szabadon. Magyarország visszavár.
A Hunor Coop értékeli hűségét. Törzsvásárlóink részére a Coop Club kártyával akár 25% kedvezményt is kaphat. Keresse az akciós címkével jelölt termékeket, és spóroljon nap mint nap. Csatlakozzon ön is, igényeljen kártyát üzleteinkben, ahol kedves kiszolgálással, széles választékkal, friss csemege és pékáru kínálattal várjuk önt is a hét mindennapján. Hunor Coop, a jó szomszéd. Irány a szabadba! A Hunor Coop ZRT nyereményjátékában 32 kerékpárt sorsolunk ki. Nyerje meg a kerékpárok egyikét! Június 18-a és július 18-a között 3000 forint feletti vásárlások blokkjaival regisztrálhatnak törzsvásárlóink a nyereményjátékra, melynek fődíja üzletenként egy kerékpár. Csak törzsvásárlóinknak! Sorsolás július 21-én kedden! Új helyen, a Volt Gold helyén, az Arany János utcai körforgalomnál megnyílt az új Shanghai áruház. Az eddigi széles kínálat, női, férfi és gyermekruházat, fehér nemű mellett kibővült árukészletünk. Háztartási cikkekkel, kisállatfelszereléssel, műanyag, fürdőszobai és kerékpáros termékekkel, parti kellékekkel. Június 14-ig 15% kedvezmény a teljes árukészletre. Nézzen be hozzánk, udvarias kiszolgálással várjuk régi és új vásárlóinkat. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Sertésvágás, darabolás, húskészítmények gyártása, hagyományos füstölésű és sózású pácolt termékek előállítása a Nagykun Hús Kft.-nél. Tekintse meg teljes termékválasztékunkat a www.nagykunhus.hu honlapunkon, ahol többek között a magyar termék nagydíjas méteres paprikás vastagkolbászunkat is megtalálja. Nagykun Hús Kft. Az ország minden pontján. Magyarország új otthoni szolgáltatója megérkezett. Élvezzétek a Vodafone hálózatát már vezetékes internet és TV szolgáltatásokon is. Mindez már az ország közel 2 millió pontján elérhető számotokra. A Vodafone minden előnye már az otthonotokban is. Ez is a gigabitnet hálózat. A jövő izgalmas. Ready? Vodafone. Bevallom, cseppet sem volt könnyű. Tudom, hogy neked sem volt az. Emlékeimben nap mint nap láttalak, és vártalak. Most újra együtt lehetünk. Gyere és töltsd meg élettel a teret. Mert csak az a fontos, hogy rám számíthatsz. És tudom, hogy én számíthatok rád. Fedezzük fel együtt az újat. Engedd, hogy körbevezesselek, hogy elvarázsoljanak, és megélhessük a jót. Jó lesz újra találkozni. Budapest visszavár. A
A világjárvány idején Magyarország sikeresen nézett szembe a kihívással. Most készen állunk rá, hogy újraindítsuk a gazdaságot, azért, hogy minden család visszatérhessen a megszokott életmódjához. Segítsen nekünk biztonságosan újraindítani Magyarországot. Töltse ki a koronavírusról szóló nemzeti konzultációt még ma. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Zene, világ, zene. Élet, érték, élmény. A zene ünnepe Szentesen június 21-én vasárnap 19 órától a Molnár Dixieland Band ad élő koncertet. Élő közvetítés a Hangversenyközpontból. A közvetítés nyomon követheti élőben a Szentes TV és a Kurca Televíziók csatornáján, illetve a Facebookon. A zene ünnepe Szentesen Molnár Dixieland Band élő koncert június 21-én vasárnap este 7-től. Bővebb információ a www.zenevilagzene.hu weboldalon, telefonon a 0630 607 47 20-as számon, vagy e-mailben info@zenevilagzene.hu. Hívunk, várunk!